Ez a nagyon kis csini szerelés azért van rajtam, mert ma volt az utolsó vizsgám, és szóbeli volt, és gondoltam, kiöltözök. És így rajtam maradt, mert nem volt kedvem átöltözni. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a 2020-as kedvencei videó lesz. Na most, 2020 egy olyan év volt, amikor ugyan elég össze-vissza olvastam, mármint hogy ott volt egy tavasszal egy időszak, amikor nagyon nehezen csúsztak a könyvek, és keveset is olvastam. De alapvetően nagyon sok rossz könyvet nem olvastam, viszont nagyon sok jó könyvet olvastam. Ami egy tök pozitívum a tavalyi évben, viszont nagyon megnehezítette azt a döntést, hogy mi kerüljön bele a 2020-as top listámba. Ugye én ezt úgy szoktam csinálni, hogy 5 könyvet választok az előző évből, ami úgy viszonylag jó arány, mert olyan 50 könyv körül szoktam azért olvasni, és akkor többet nem akarok választani. Az 5 az olyan, abban tényleg csak a legjobbak tudnak belekerülni. De nagyon-nagyon sok jó könyvet olvastam, és nagyon sokat szívesen belevettem volna ebbe a listába, még úgy is, hogy nem totál 5 csillagos olvasások voltak, de amúgy jók voltak, és belevettem volna szívesen, de nagy nehezen kiszortíroztam, hogy akkor mi legyen az 5 könyv, és itt vannak, ez most csak 4 könyv, mert az egyiket hallgattam, úgyhogy azt majd csak bevágom külön. Na de akkor nézzük, mik voltak a tavalyi évem legjobb olvasmányai. Kezdem a hangos könyvem, mert arról szeretnék egyébként a legtöbbet beszélni, mert annó a havi összegzésemben arról annyira sokat talán nem beszéltem. Na most ez az első könyv, amiről most beszélni fogok, az Hayley Rubenholtól, ugye? Hayley Rubenholtól. A The Five, ami egy ilyen dokumentumkönyvszerűség, és Jack the Ripper 5 nő áldozatának az életét nézi végül is végig. Na most ez a könyv rettenetesen brutális. Egy romány, és ennyire megdöbbentő történetet szerintem soha életemben nem olvastam, és ezt azért tudom kijelenteni, és azért tudom azt mondani, hogy ez volt a legmegdöbbentőbb, mert ez megtörtént. És egyszerűen felháborító, hogy ez megtörtént. És alapvetően a könyv célja az, hogy elmeséli tényleg az 5 nőnek a történetét, mert ugye van ez a Jack the Ripper eset, vagy hasfelmetsző Jack eset, bocsánat, amiről mindenki annyit tudta, hogy ja, volt hasfelmetsző Jack, és ő megölt pár nőt. Mert én körülbelül ennyit tudtam az esetről így, amúgy nem minden utánolvasás nélkül. Nekem az nem rémlett az esetről, hogy mindenki azt mondta, hogy prostikat ölt, de úgy tűnik, hogy mindenki azt gondolta, hogy prostituáltak voltak, oké, meghaltak, ennyit túl vagyunk rajta. Na de ami ebben a könyvben kifejezetten megdöbbentő az, hogy egyrészt bemutatja ezt a viktoriánus környezetet, hogy akkoriban milyen életkörülmények voltak, hogy akkoriban egy nőnek milyen lehetőségei voltak. Tehát konkrétan egyetlen rossz mozdulat, és vége volt az életednek. Mármint nem szó szerint, de amúgy igen. És bemutatja ez a könyv, hogy ez az 5 nő hogy került abba a helyzetbe, hogy végül megölték őket. Brutális módon ráadásul. És alapvetően a könyv rávilágít, hogy az 5-ből azt hiszem egy volt az, aki hivatalosan prostinak vallotta magát. És amúgy borzasztó, hogy amúgy soha nem találták meg a gyilkost, viszont az egész szituációból az jött ki, hogy hasfelmetsző Jack nevét tudjuk, és rá emlékszünk, és neki egy egész híre van, és mindenki tudja, hogy ő kicsoda. De azt az 5 nőt nem ismeri senki, akit megölt, és pedig megöltet embert, szóval nem őt kéne ismerni és tudni, hogy ő kicsoda, hanem esetleg az 5 nőt. És nagyon-nagyon brutális ez a könyv, nincs lefordítva magyarra, de én csak ajánlani tudom tényleg, tehát ledöbbentő az egész sztori, főleg így, ahogy az írónő utána ment és kutatott, és minden ott van a könyvben. Hú, nagyon-nagyon durva olvasmány volt. És nagyon durva volt hallgatni, és azt a rengeteg igazságtalanságot tett. Gyakorlatilag az, hogy a nők, akik meghaltak benne, ő igazából csak éppen nem volt hol lakniuk, és az utcán aludtak, és konkrétan ez lett a végük, főleg körülbelül egy rossz döntés az életben, vagy nem a megfelelő körbe születtek, és mivel nők, rájuk lehetett mondani, hogy prostik, nem lényegesek. Borzalmas. De rettenetesen jó könyv, tehát nagyon tanulságos, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom. És tényleg erről a könyvről akartam a legtöbbet beszélni, mert
annó az összegzésemben, ami azt hiszem októberi volt, abban nem beszéltem ennyire részletesen róla, úgyhogy most akartam. Tovább a maradék négyre, ami hasonló ilyen női sorsos könyv, csak ugye fikció, Johanna Siviszalótól a nap magja. Na hát erről ugye van Barangolás Európában videó, és ez ugye egy alternatív történelmet mutat be, ahol Finnországban külön politikai rendszert vezettek be, és minden meg van bélyegezve, vannak jó dolgok, vannak rossz dolgok, az emberek is nemek szerint is különböző kategóriákba vannak osztva, és ez alapján kell élned az életed. És például a paprika, a csípős dolgok, azok a legnagyobb drognak számítanak, és a főhősnőt követjük ebben végig, hogy ő hogyan tetteti azt, hogy egyrészt ő másik embercsoportba tartozik, mint amiben, mert így kicsit mások a lehetőségei, és hogy aztán hogyan megy ez az egész drogüzlet, és hogy hogyan is néz ki ez az egész rendszer, és milyen ez a rendszer. És a Barangolás Európában videómban elmondom, hogy az egészben az a legdurvább, hogy simán elképzelhető, hogy ez is megtörténjen. Mert képesek lennének rá az emberek, és egy elég megdöbbentő társadalmat mutat be ez a könyv. De tényleg azt tudom rá mondani, hogy nem elképzelhetetlen, hogy ezt valamikor megcsinálják. Jó, kicsit boldogabb vizekre elvezek most már ezek után, a nehéz és erős könyvek után, mármint témájukban nehéz. Könnyebb kötet, ez Jodi Taylortól, és jól mondtam a nevét fejből, Jodi Taylortól a Semmi lány. Na most ezt idén nagyon sokat emlegettem. Egyébként mindkét kötetet a Metropolis Media kiadótól kaptam recenzióba, és nagyon örülök nekik, és nagyon tényleg itt vannak a top könyveim között idén. Na most ez egy könnyed kis romantikus történet, és sokat beszéltem már erről, ezt kb. Áprilisban olvastam, azt hiszem, és nagyon jó időben. Amúgy is tetszett volna, mert rettenetesen vicces maga a kötet, és szórakoztató, és nagyon pozitív, és tehát ez tipikusan az a könyv volt, hogy folyamat hangosan nevettem, de úgy mindenem benne, ami annyira velem nem szokott előfordulni. Ráadásul, amit mindig elmondok, ebben a könyvben van egy képzeletbeli barátló, de nem képzeletbeli barát, hanem csak láthatatlan mások számára, és ez a Ló Tomász, és ő egy aranysárga gyömbéreskek szillatuló. És én valahol már itt sejtettem, hogy én ezt a könyvet szeretni fogom, de miután elolvastam, még jobban meggyőződtem róla. És azt hiszem idejön a második része, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, mert azt is el szeretném olvasni. És igazából a történet maga az, hogy a főszereplőnk Jenny, és ő egy nagyon félénk lány, és igazából a rokonainak a padlásán lakik, mondhatni így Tomásszal, a lóval, aki a legjobb barátja. És aztán jön, igen, Russell, bocsánat, a neveket mindig csekkolnom kell, szóval és utána jön Russell, aki kibillenti ebből az egészből, és ő lesz a férje, és egy teljesen új élet tárul föl Jenny számára, és ebbe bele kell rászkódnia, mert hogy ő nincs ilyenhez szokva, és fantasztikusan jó könyv. Szóval, hogyha valaki egy könnyedebb kikapcsolódásra vágyik, akkor abszolút nyerő választás. De amúgy is, tehát nagyon, nagyon élveztem. És az ilyen típusú könyveket ennyire talán nem szoktam, ezzel a felnőtt romantikusokat talán annyira, mert más jellegűek szoktak talán lenni azért. Következő kedvencem az Shannon McGuire-től a Minden szív kaput nyit. Ez nagyon régóta váró listán volt, és aztán szeptemberi BookTube könyvklub havi könyv volt, úgyhogy el is olvastam. Ez egy nagyon rövidke kis kötet, de annál jobb. Igazából nincsenek benne túlhúzva a dolgok, vagy túlmagyarázva, tényleg a lényeg van benne, és erről majd itt belinkelem a kibeszélőnket, ami Enikő csatornáján volt. Ebben az a helyzet, hogy gyerekek kerülnek át más ilyen dimenzióba, világokba, aztán onnan egyszer csak visszakerülnek, és Eleanor Westnek van egy otthona, ahová ezeket a gyerekeket ő összegyűjti, mert hogy ők ugye nem tudnak visszailleszkedni a való életbe, miután megtapasztaltak egy másik világot. És ebben az otthonban ide érkezik egy új leányzó, és másnapra furcsa dolgok kezdenek el itt történni, amit föl kell deríteni. És ez egyébként egy sorozat, de nem folytatja magát a sztori, hanem inkább előzményei vannak, úgyhogy majd nagyon-nagyon szeretném elolvasni a többi kötetet is. És abszolút azt éreztem, mikor ezt a könyvet olvastam, hogy ebből én még akarok többet. És azonnal kedvenceltem is, Mojon is. És akkor az ötödik és egyben utolsó kötet, ez lehet azért lesz kicsit olyan, hogy
kevésbé rémlik, hogy sokat emlegettem, mert ezt még januárban olvastam, és körülbelül januárban a második könyv volt tavaly, amit olvastam, úgyhogy már régen olvastam. Viszont ez Alexandra Christotól volt, a To Kill a Kingdom, azaz egy birodalom végzete. És én nem tudtam, vagy hát nem emlékeztem rá szerintem, hogy ez vöröspöttyös volt, és emiatt egy kicsit megijedtem, hogy tudjuk, hogy én hogy állok a vöröspöttyös könyvekhez. De ez nem egy tipikus vöröspöttyös könyv volt, és ennek úgy örültem. Tehát ez egy izgalmas kishableány újragondolás, egy brutálisabb, véresebb, vérengzősebb, bár a kishableány eredetiesen a legaranyosabb történet, tegyük hozzá, ha a végét nézzük. Szóval ez egy ilyen kishableány újragondolás, és a főszereplőnk Lyra, aki egy szirén és herceg szíveket gyűjt. És van egy hercegünk is, aki pedig szirénekre vadászik. És végül is ő és a herceg találkoznak, de a herceg nem tudja, hogy ő egy szirén. És együtt folytatják, mondhatni, a kutatást egy bizonyos dolog iránt. Nyilván van romantika a könyvben, de az a jó, hogy ez nagyon jó módon van beleépítve. Tehát eleve a romantikus szál nem nyomja el magát a sztorit. Ráadásul ez egy egyrészes kötet, tehát ez nem egy sorozat, ami szintén nagyon jó pont neki. És úgy vártam, hogy beteljesedjen a romantikus szál, de azt úgy ugye nem túl korán volt. Tehát, hogy tükörültem azért a végig. És igazából a nagy csavar a végén az kiszámítható volt, de hiába volt klisé, nem éreztem annak, mert hogy amúgy meg maga a sztori jó volt, és jól meg volt írva, és érdekes volt. Tehát a klisé, még ha várható is volt a végén, örültem neki, hogy az lett. És így még izgatott is voltam, amikor kitaláltam, hogy biztos ez lesz, és az lett. És ez egy jó dolog, ez egy nagyon jó pont, hogyha a könyv így tudja kezelni a klisét, úgyhogy hatalmas kedvencé vált ez is. Igazából ilyen szempontból, úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy el tudtam olvasni. Igen, vannak vöröspöttyös könyvek, amik tetszenek, csak hát nyilván meg kell találni azokat, amik nem arról szólnak, csak hogy folyamat a két szereplő nyáladzanak egymásra, mert ez nem olyan volt. Akkor ez az én 2020-as top listám, de tényleg az a helyzet, hogy még van nagyon sok könyv, amit szívesen ide mondtam volna, mert nagyon sok 5 és 4 csillagos könyvet olvastam idén, és azok között vannak nagyon-nagyon sok jó könyv. Azok között van nagyon sok jó könyv. Tehát ez is egy olyan lista volt, hogy alig tudtam összeállítani. A következő videót, ami meg majd a legrosszabb 2020-as könyvek lesznek, annál meg azért volt nehéz dolgom, mert abban meg nem tudtam mit beletenni, mert nem volt 5 annyira rossz könyv, hogy így tényleg oda tartozna, de azért összehozom majd azt is. Úgyhogy igen, úgyhogy 2020 olvasási élmény szempontból nagyon jó volt, mert tényleg nagyon jó könyveket tudtam kifogni. Kommentben esetleg írjátok meg, hogy nektek mik voltak esetleg a kedvenc könyveitek idén. Nyilván ugye itt arra gondolok, hogy nem idén megjelent, hanem idén olvasott. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, találkozunk a következő alkalommal.